Zuckerberg adót, valamint a Facebook és a hozzá hasonlóan átláthatatlanul működő tech óriás cégek orwelli cenzúra gépezetének megfékezését kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Úgy igazságos, hogy a járvány miatt extra profitra szertevő nagyvállalatok is kivegyék a részüket a gazdasági nehézségeket követő talpraállásból. A kormánytól elvárjuk a fellépést, ugyanis már 2019. augusztusában bejelentette Varga Judit, hogy a tech óriás cégek túlhatalmának megfékezésére az igazságügyi minisztériumban munkacsoport jön létre, de azt csak több mint fél éves késéssel, azt követően alakították egyáltalán meg, hogy egy országgyűlési írásbeli kérdésben számon kértem a kormányt. A Facebook cenzúrájának legnagyobb elszenvedője a magyarországi pártok közül a Mi Hazánk mozgalom és annak elnöke Toroczkai László. Az európai parlamenti választási kampányban a több mint 207 ezer követővel rendelkező pártelnök közszereplői Facebook oldalát előzetes figyelmeztetés és bármiféle indokolás nélkül törölte a cenzúragépezet, amelyet azóta sem állítottak vissza. De nem csak a személyére vonatkozó tiltás felháborító, most már például a cigánybűnözés, a halálbüntetés, sőt a szegregáció szónak a posztokban való szerepeltetéséért is törölnek bejegyzéseket és tiltanak ki felhasználókat, de volt már példa arra is, hogy önmagában a cigány szó miatt járt a szankció. Toroczkai László mellett a cenzúra elszenvedője a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kuruc.info, amelynek nem csak oldalát törölték, de cikkeit sem tudja megosztani senki, a magánüzeneteket sem küldi el, ha szerepel benne a kuruc.info szó. A Facebook orwelli cenzúra gépezete letiltotta Sziva Balázs rockzenész és a Romer oldalát, a Betyársereg, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom oldalait szintén, sőt bünteti, ha bármilyen szövegkörnyezetben valaki leírja a nevüket. A sort sajnos hosszasan folytathatnám, és most már nem csak a Facebookra és ugyanazon tulajdonosi körhöz tartozó közösségi felületekre jellemző mindez, hanem más közösségi oldalakon is megjelent a balliberális cenzúra gyakorlata, gyakran átláthatatlan, jogilag abszurd, vagy egyáltalán nem is létező indoklással. Szemfényvesztés az a Mi Hazánk mozgalom szerint, hogy a Facebook felállított egy úgynevezett felügyelő tanácsot, ugyanis ha valóban elkötelezettek lennének a jogállami normák betartása mellett, akkor nem saját testületet hoztak volna létre, hanem alávetnék magukat a bíróságok, hatóságok döntéseinek. A testület függetlensége is átverés, hiszen csak azokkal az ügyekkel kell foglalkozniuk, amelyekkel akarnak, így a felhasználók alapvető jogai továbbra is sérülnek, az egész fellebbezési lehetőség egy gumicsont. Ráadásul abszurd függetlennek tekinteni egy olyan grémiumot, amelynek a pénzét maga a Facebook biztosítja. A balliberális elfogultság ordít a személyi összetételéből is, elég csak a magyar tag, Sajó András életútját végignézni, a CEU jogi karának alapító dékánja és Göncz Árpád SZDSZ-es politikus jogi tanácsadója is volt korábban.